kellemetlen incidenssel indult a hónap a kormányzati kommunikációs stábban. Összekeverték az indiai cégeket. Zűrzavar a kormányszóvivőknél. A miniszterelnöki megbízott kínos magyarázata. A kormányszóvivői iroda október 5-én jelentette be, hogy Bajnai Gordon az MSZP-s Alföldi Albertet nevezte ki miniszterelnöki megbízottnak az indiai Tata Consultancy Service kalocsai beruházásához. Nagy örömmel vállaltam el, és ha úgy tetszik, akkor képviselői munkám egyik csúcsának tekintem. Két héttel később kiderült, hogy a cégnek esze ágában sincs Kalocsán fejleszteni, az igazi beruházó a Tata Motors. A közel 40 cégből álló konglomerátum két tagját egész egyszerűen összekeverték a kormányszóvivői iroda hivatalos közleményében. A történetnek itt azonban még nincs vége. A célpont birtokába jutott dokumentumok szerint ugyanis a Tata Motors 3-5 éven belül nem tervez újabb beruházást Kelet-Európában. Hogy kiderítsük, mi az igazság, felkutattuk és megszólaltattuk az ügy szereplőit. Többek között azt az indiai férfit, akivel a magyar miniszterelnök megbízottja úgy tárgyalt, mint a Tata Motors képviselőjével. Pedig nem is volt hivatalos megbízó levele. Ami ugyanis első ránézésre apró kommunikációs bakinak tűnik, valójában nem más, mint egy kormányzati blöff. Azaz, miniszterelnöki biztos ugyan már van, munkahely teremtő beruházásról azonban még szó sincs. De ne szaladjunk ennyire előre. Nincsenek kampányterveim, ugyanis 70 éves vagyok, nem kívánok tovább. A szegedi születésű Alföldi Albert parlamenti mandátumát 94-ben szerezte, amikor a szocialisták a Bács-Kiskun megyei területi listán jelölték. 16 éve Kalocsa térségének országgyűlési képviselője. A szocialista frakció kulturális bizottságának tagja. A gazdaságpolitika nem kifejezetten a szakterülete, az autógyártás meg aztán végképp nem. A legfontosabb az, hogy a dolog még képlékeny. A kalocsaiak szempontjából, hogy informatikai cég vagy autógyár, részletkérdés. Csak munkahely legyen. De mennyi is, és legfőképp mikortól? Egyelőre csak déli báb projekt indult az Alföldön. Nincs olyan konkrét dolog, amire most azt tudnám önnek mondani, hogy holnap utántól megtörténik az első kapavágás. Úgy tudjuk, befektetők még hivatalosan nem jártak a helyszínen. A kormányzati remények szerint Kalocsa volt szovjet katonai repülőterének leszálló pályája mellett kerül majd felszálló ágba a magyar ipar. A feladatot azt, hogy megkaptam, az nem baj, mert az ilyen képlékeny dologba felhatalmazás nélkül belenyúlni, nekem nem lett volna lehetőségem. És hogy egy fantom beruházáshoz minek kormány biztos? Több olyan beruházás van, amelynek szükséges, hogy kormány biztosi szinten legyen koordinátora, hiszen koordinálni kell nagyon sok mindenki között. Az indiai beruházáshoz kötődő miniszterelnöki megbízatása értelmében Alföldi mostantól együttműködik a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, valamint az ITD Hungary ZRT-vel. Munkájáról havonta tájékoztatja Bajnai Gordon kormányfőt. Most már van mindenkivel tudok tárgyalni, mert erre van felhatalmazásom, és ennek a felhatalmazásnak a birtokában a remények hátra meg is valósulnak. Hogy eddig kikkel tárgyalt Alföldi, és vajon miről referál majd havonta a miniszterelnöknek, annak az ipari park tervezett helyszínén jártunk utána. Az egyik Kalocsa környéki polgármesterrel, aki később lemondta a megbeszélt személyes találkozót, utazásunk előtt egy nappal telefonon vettük fel a kapcsolatot. Én találkoztam kétszer-háromszor, azt hiszem, ezzel a indiai nemzetnek nevezett úrral, meg az Alföldi úrral. Én még mindig úgy érzem, hogy ez egy lufi az egész. A Tata Motorsról tudtam, indiai hercegről nem. Hát a képviselő úrral minden esetben ezzel az úrral jött le, és hercegnek szólítgatja. Egyébként kiválóan beszél magyarul. És ő volt egyébként, aki a befektető részéről jelen volt ezeken a tárgyalásokon, vagy találkozókon? Hát én, amikor ott voltam, akkor mindig ez az úr volt ott. Uh-huh. Aztán a legutolsó alkalommal jött kettő emberke, aki nyilván nem beszélt magyarul, és az Istennek nem akarták elárulni, hogy ők kicsodák. Kivittük őket a repülőtérre, megnézték, elvédeltünk egyet, és hazamentek.
Kalocsán és környékén jelenleg 15% feletti a munkanélküliség. A fűszerváros egyik régóta dédelgetett terve, hogy a reptér, mint iparterület jelentős gazdasági központtá váljon. Török Gusztáv Andorra, Kalocsa SZDSZ-es polgármesterére emlékezhetnek egy korábbi célpontból. Akkor arról érdeklődtünk tőle, hogy miért költött több százmilliót pályázati pénzből internetfejlesztésre, amikor Kalocsán már volt egy széles sávú hálózat. Akkor a teljesen fölösleges kábelezésre nem akart válaszolni, most pedig annak nem örült, hogy az indiai projektről kérdezzük. Üdvözlöm, polgármester úr, Kovács Andrea vagyok, a Hír TV Célpont szerkesztőségéből. Zavarhatom most egy percre? A Tata autógyár mumbai központ Földi Albert miniszterelnökjában kérdésünkre azt a választ kaptuk, lehetséges vagy tervbe vett beruházások hírét nem kommentálják. Európában a közeljövőben csak Spanyolországon terveznek beruházást. A Tata Motors-tól kapott tájékoztatás egybevág egy a szerkesztőségünkhez eljuttatott levélben szereplő információkkal. Az e-mailben, melyet a befektetéssel foglalkozó egyik cég igazgatója írt két politikusnak, az áll: 3-5 éven belül biztosan nem jön Magyarországra az indiai elektromos autógyár. A levél írója a miniszterelnöki megbízott indiai kapcsolattartójáról is szeretne több információt kapni. Szükségesnek tartom, hogy első lépésben Alföldi úr kérje el kapcsolattartója megbízó levelét. Valóban a Tata Motors képviseletében jár-e el? Csak halkan jegyezzük meg, a levél 3 nappal Alföldi Albert biztosi kinevezése után íródott. Azaz csak akkor kezdték el hivatalosan felvenni a kapcsolatot az indiai céggel, és tisztázni, kivel találkozott rendszeresen a miniszterelnöki megbízott, miután közleményben közölte a kormány szóvivői iroda a beruházás hírét. Megpróbáltuk felkutatni az Alföldi Albert társaságában felfelbukkanó fiatalembert. Kiderült, Alföldi képviselő úr nem kandi kamerás átverés áldozata. Az indiai fiatalember létezik, és még herceg is. Csak nagy nehezen, néhány szó erejéig állt kameránk elé. Kérésére arcát kitakartuk, hangját eltorzítottuk. Történt-e bármiféle szerződésköpés a Kalocsára tervezett beruházással kapcsolatban? Tehát írásos megállapodás születette? Nem érszem. Csak tárgyalás szinten. Ő is megdöbbent, amikor hallotta a hírekben Alföldi kinevezését. Nem érti, mire volt jó ez az egész, korai és átgondolatlan lépésnek tartja a bejelentést. Önnel erről az egész bejelentésről, a beruházásról hivatalos formában egyeztettek-e, akár kormányzati szinten, akár a miniszterelnöki megbízott? Hercegi származását nem cáfolta, azt állítja, valóban jó üzleti kapcsolatai vannak. Tehát nem mint a Tata cég hivatalos megbízottja, hanem mint egy segítő szándékú és itt Magyarországon élő külföldi. Segítő szándékú. Ön megbízhatónak találja egyébként a b***st? Milyen benyomást tett őre? Én nekem figyelje, én népművelő voltam 40 éven keresztül, én mindenkit szeretek és mindenkiben megbízom, lehet, hogy ez nekem egy nagy hibám. De az életem során igazából nem bántott még, tehát nem vágott még át senki. Tehát azért annyira jó emberismerő voltam, hogy meg azért ne haragudjon, hogy ez a fiú, elmentünk egészen a miniszterelnökig. Igaz, hogy az én közvetítésemmel, de hát azért nem hiszem, hogy valaki kamuba vele menne ilyenbe. Jó az, hogyha ezek a lehető legutolsó pillanatban derülnek ki, és kerülnek ki a nyilvánosság elé, hiszen lásd a Mercedes esetel Kecskemétnél, ott Románia nagyon esélyes volt, de idő előtt eljárt a szájuk, idő előtt elkezdte kommunikálni, hogy ővé ki a projekt, el is bukták, és Magyarországra jött inkább a német autógyár. Ezért nem szerencsés, hogyha ezeket nagyon kiteregetjük a sajtó előtt, nem szerencsés, hogyha idő előtt beszélünk ilyen beruházásokról, ezért nem szeretnék most belemenni a részletekbe. Minket viszont pont a részletek érdekelnének. Többek között az, miért volt szükség a miniszterelnöki megbízottra és a sajtó nyilvánosságra egy szóbeli megállapodás szintjén sem álló beruházásnál. A jól hangzó ígéretek miatt adta-e ki a kormány a megalapozatlan közleményt? És vajon a semmiről referál, havonta az új miniszterelnöki megbízott? Köszönöm a kérdést. Bízunk abban, hogy a beruházás, amiken Alföldi úr dolgozik, azok idővel termőre fordulnak, és
ön is be fogja látni, meg mindenki más be fogja látni, nem hiába dolgozott. Ez tulajdonképpen nem sarzsi, csak feladat. Semmiféle anyagi juttatással nem jár. Tulajdonképpen lehet, hogy bejelenteni nem kellett volna. Végül is munkahelyet teremtett a kormány. Igaz, nem több százat, csak egyet. Alföldi Albert miniszterelnöki megbízott az indiai beruházás felelőse lett.